Lehet egy órás ebédszünetben egy órát mozogni, és még ebédelni is. Lehet, ha találunk egy olyan mozgást, amely 15 perc alatt eléri azt a hatást, mintha mondjuk egy órát futnánk itt a szigeten. Ez a módszer pedig nem más, mint a Speedbody. Ez különösen ajánlott azoknak az embereknek, akik nagyon elfoglaltak, és soha nincs idejük. Ács Mónikát vízzel permetezik. A híradós műsorvezetőt nem a kánikula ellen védik, s még csak nem is egy elmaradt húsvéti locsolás pótolnak be nála. Mónikát egy speciális edzésre készítik éppen fel. Azért választotta ezt a mozgást, mert itt rövid idő alatt gyors eredményeket lehet elérni. Speedbody azért nagyon tűnik nekem kedvezőnek, és azért nagyon érdekel ez az egész, mert pont azt rövidíti le azt az időt, amit egyébként mondjuk egy ilyen kondi terembe kellene tölteni, amire viszont már nincsen meg a lehetőségem, és hát azért én elég türelmetlen vagyok, és nagyon szeretném látni az eredményt, gyorsan látni az eredményt, és hatékonynak gondolom, illetve úgy tudom, hogy hatékony, aki használta már, ez nekem olyan visszajelzéseket adott, hogy ez látványos. Ehhez az edzéshez egy speciális ruhára is szüksége lesz Mónikának. Ez segíti majd az izommunkát, hogy minél hatékonyabbak legyenek a feladatok. Kétféle programot fogunk nálad alkalmazni. Idősebb korban már három programot is, amikor a masszázsban a végén, vagy ahogy érzed, hogy mennyire vagy fáradt. Az első programon ilyen csipkelődősebb érzést fogsz tapasztalni, mert ez a cellulit program, amikor a bőr feszesítésére helyezzük a fő hangsúlyt, aerobik gyakorlatokkal melegítünk be, és ez serkenti a vérkeringést, ezáltal a bőr feszesebb lesz, és a narancsbőr is gyengülni fog. Ezzel inkább főként szálkásítani lehet, izomtömeget növelni nem. Minden izomcsoporton külön fogunk végighaladni, és amilyen erősségen még úgy érzi, hogy ez még elviselhető, de érzi azért persze a hatását, olyan erősre tekerem. Úgyhogy ez változó. 20-25 perc mozgás ebben a ruhában felér egy másfél órás edzőtermi tréninggel. Speedbody egy elektromos izomstimuláló készülék, amellyel rövid időn belül hatásosan érhetünk el izomerősítést, állóképességfokozást, és mindenkinek ajánlható, mert kiméri az ízületeket, ha kinek túlsúlya van, az nehezen kezd el sportolni, mások előtt nem szívesen mozog, ezért Speedbody-val csak a személyi edzővel ketten 20 perc alatt látványos eredményt lehet elérni, akár 5 alkalom után a vendégek többsége már mondja, hogy látja, hogy feszesedik a bőre, kevesebb a narancsbőr, és már olyan 6-7 alkalom után már a tricepszen is érezni lehet meg látványos, hogy feszesebb a bőr is. Mindenki számára, akinek nincs ideje naponta másfél órát mozogni, vagy legalább hetente háromszor, az könnyen 20 perc alatt sportolhat, és az egészségét bár könnyen megőrizheti. Ez a mozgásforma nem csak azoknak előnyös, akik az izmaikat szeretnék megdolgoztatni, hanem a baleset vagy műtét utáni rehabilitációban is előszeretettel alkalmazzák. Valaki gerincfeldüléssel rendelkezik, vagy fáj gyakran a dereka, a háta, ízületei is, nehezen megy a mozgás, akkor itt könnyen tudunk vele dolgozni, és olyanoknak, akik valamilyen baleset után például nem tudják úgy mozgatni bizonyos izomcsoportokat, akkor mi azt megdolgoztatjuk. És akkor most lássuk, mennyire dolgozta meg a speciális edzés Mónikát. Kellemes, enyhe bizsergető érzés, nem áramütésszerűség, olyan, mintha egy picit így a bőrét az embernek csipkednék, de egyébként helyesek az edzőhölgyek, mert ők úgy tekerik fel ezt a gépet, ami még nem kellemetlen, tehát azt azért úgy én döntöm el, hogy mennyire legyen ez kellemetlen, nem vagyok kiszolgáltatva ennek az érzésnek. Kifejezetten kellemes volt, és ilyen kis csipősüdítő érzés. Azt mondták, hogy 5 alkalom, és látszódni fog, úgyhogy akkor megcsinálok 10-et, hogy biztosan látszódjon.